Jó estét, urak, hölgyek! A ma esti maflásban egy nálamnál kis idősebb úrral beszélgetek, akivel megbeszéltünk, mivel ő az idősebb, felajánlotta a tegeződést, amit el is fogadtam. Szeretettel köszöntelek, és mielőtt belevágnék a dolgokban, nálunk az a szokás, hogy ebben a műsorban, hogy a másik ember mutatja be saját magát. Ki vagy te? Szia, nagyon szépen köszönöm a szíves invitálást. Ki is vagyok én? 57 éves családapa, vállalkozós, itt játszó, sportoló. Az ember mindig abban kezdi, amire a legbüszkébb és ami a legnagyobb én. A neved? A nevemen kívül. Igen, Szőnyi Ferenc. Utatiratlan világbajnok vagyok, bár nem így kezdődött. Ácson születtem, Komáromban élek. Házasságom 35 évig tartott. Párkapcsolatban, hetero. A te most feszült vagy? Kicsit igen. De ezt mondtad is. Szerepednek tisztelegve vagyok kicsit. De miért vagy feszült? Közlekedés, élethelyzet. Nagyon gyorsan élek, és folyamatosan egy felspanolti vagyok. Aha. Azt hallottam, hogy nem hallottam pont most. Itt voltam, és akkor a szerkesztő kisasszony mondta azt, hogy egy MR vizsgálatról jöttél. Igen, sportoló vagyok, és az ember egy darabig hiszi azt, hogy acélból van és sebezhetetlen. Uh-huh. Nem. Van egy sérülés, munkasérülés, amit műtöttünk, és hittük, hogy meggyógyult. És a sebezhetetlenség mindig visszatérően nem az. Milyen sérülés? Porclevállás, térd, gyakran használt izület. Izülete semmi gond, nincs kis periférikus. Melyik oldal? Jobb oldal. Jobb oldal. Tehát vasember. Szinte. Sokszoros vasember, ugye? Legalábbis a neved alapján. Mennyire figyelsz oda az intő előjelekre? Nem. Miért nem? Van olyan. Hogyne? Nem is tudom. Ezért kezdtem el sportolni. 43 évesen kezdtem el sportolni. Intőjel volt a saját testem. Nem láttam a cipőfűzőm. Szuszogás. Én ezt értem, de most én engem a múlt ebből a szempontból nem érdekel. A jelen pillanat az érdekel, mert a jelen pillanat szabályozza a mostani életem sikerélményének a lehetőségét, és legfőképpen az őszinteségem lehetőségét saját magamhoz. Miért nem hallgatsz oda az indő előjelekre? Nem látom. Hát de nem ez látom. A jobb térded, ez egy komoly indőjel. De ez a múlt, nem? Hát, de hogyha már most jöttél MR-ről, akkor a jelen... Ez, igen, van kihatása jelenleg természetesen. Nem akarok én erről tudomást venni. Nem szeretnék róla tudomást. Miért nem szeretnél? Rettenthetetlen, sebezhetetlen. Nem az emberek van egy nem, persze tudjuk, de nem hisszük. Addig, tudjuk, hogy tudom. Nem... Miért nem egyes szemelső szemét használsz? Mert nem hiszek benne. Én azt gondolom, hogy fölötte állok, és hiszek benne. Hogy nem fogsz meghalni. Csak rajtam múlik. De megfogok, persze. Hát akkor meg nem értem. De 57 évesen az embernek nincsen esély, még egy esély. Én olyan sportot műveltem, olyan sportot űzök, ahol nagyon gyorsan szalad az idő. És én futok vele versenyt folyamatosan. Hallottam egy olyan véleményt is, pont egy pár perce, hogy aki ilyen sokat fut, az lehet, hogy valami elől fut. Mi elől futsz te valójában? Mikor kezdtem, akkor így volt. És most? Most nem. Most nem. Mit akarsz bizonyítani, mert valójában ebben a sportban, amit lehetett, elértél? Van feljebb? Magamnak. De van feljebb? Nincs. Nincs, ha valaki világbajnok, akkor az már... Tehát elérted. Igen. És akkor most mi lesz az új szint? Az út a cél. Olyan úton járok, amin nem látszik még a vége. Uh-huh. És én örülök minden egyes megtett lépésének, kilométerének, hogy rajta vagyok az úton, és vannak céljaim. Folyamatosan jönnek fel, mint egy mozgó képként, villannak fel a
következő célpontok, a következő lehetőségek. Lehetőségként élem meg a versenyzést, lehetőségként élem meg a verseny helyszínét, az élet helyzetet magát, a felkészülést magát, hogy van cél, van miért küzdeni, hajtani, van miért fájjon. Fáj. Amikor kezet fogtunk, volt egy megérzésem, elmondhatom? Nagyon örülök neki. Nem biztos, hogy örülni fogsz ennek. Igen. Kezet fogtunk, és azt éreztem, hogy te egy zárkózott pasi vagy. Nem tudom, talán a hiteles válaszadást azt a mennyasszonyomtól talán, de nem tudom. Egyébként meg igen, ez hasonlíthatom a sportomhoz is. Olyan úton járok, amint kevesek tapostak ösvényt. Elég egyedi az életem, az életfilozófiám. A sikereim is köszönhetőek. A zárkózott ember általában nem is a gondolatairól nehezen beszél, mert az még megtanulható, hanem az érzéseiről nehezen. Az örömteli és a fájdalmas érzéseiről is nehezen. Te ezzel hogy állsz? Valószínű. Bár én nagyon érzős ember vagyok, érzelgős vagyok, nagyon megérint. Tenek sorsok. Érzékeny. Érzékeny, igen. Uh-huh. És mennyire gondolkodtál el azon, hogy a kizárkózott, ez valójában egy döntés kérdése? Nem gondolom, hogy döntés kérdése lenne. Például nem beszélek az érzéseimről, ez egy döntés. Avatott ember kell ahhoz. Ha az ember elér valamit, és sok emberekkel van kapcsolata, kontaktusa, akkor nagyon ügyelni kell a távolságtartásra. De rengeteg értéktelen energiavámpír van a környezetünkben. És nagyon sok mindent el kell engedni. Nagyon sok szerethető ember van a környezetemben, akik visszaélnek, vagy visszaélnének a bizalmammal. Tehát vannak energiavámpírok, és vannak őszinte emberek. Igen. Azok szerint. Igen. Az energiavámpírokkal te mit csinálsz? Például én vagyok az energiavámpírod. Nézzük, van egy ilyen konfliktus, én nyomulok ezerrel. Te mit csinálsz ilyenkor? Hát a kommunikációs vonalat kell lesortolni. Hogy csinálod? Nem veszem Szőnyi fel, úr, nem lájkoljuk. De találkozunk, nekünk. Szőnyi úr maga csodálatos ember. Tehát ez, ahogy fut, és amennyit elérhet, ez fantasztikus. Én olyan sokat lennék a közelébe, tehát elképesztő, hogy sikerült ezt elérnie. Tehát rizsázok neked. Igen, te vágom. Mit csinálsz? Távolságot tartunk, tehát meg kell, nem könnyű, fel kell ismerni, nehéz felismerni, hogy ki mit jó mondanál rendelek. Nekem? Természetesen, de én most épp vagy időlegesen, vagy helyileg éppen megtartjuk a távolságot, tehát nem. De ez mit jelent? Mi az, hogy nem szeretnélek téged edzeni, nem érek rá a beszélgetésre, most más dolgom. De te vagy a mesterem, te vagy a... Ez sokat van, köszönöm. Ennél fontosabbat nem tudtál nekem mutatni. Igen, de most már nem kell a lányomhoz, nem. De holnap ráérsz? Holnap lehet próbált egy gyerek is. És holnap után? Nem. És mondjuk egy hét múlva, esetleg, én türelmes, akkor egy hét múlva, figyelj, igen. Te az energiavámpírokat, hogyha nem figyelnek oda, el tudod küldeni őket a picsába? Igen. Hogyan? Igen. Meg is mondom, hogy köszönöm, nem. Aha. Vagy teszek olyan dolgot, hogy addig tologatom, míg megunja. Uh-huh. Mert nem mindig lehet őszinte velük az ember. Uh-huh. Sokszor nem is tudja, hogy mennyire visszaél a bizalommal, a általam neki adott bizalommal. Más kérdeznék tőled. Van benned egy, mint mondtad, egy feszülés, egy feszültség, egy nyugtalanság. Most, hogy dumálunk, és akkor azt mondod, mert hogy nagy tempóban élsz, megvan a belső békéd? Így 57 évesen? Igen. Igen, igen. Én azt hiszem, nagyon sok minden kellett ehhez. Az ember azt gondolja, hogy fejleszti a saját személyiségét, és hallgat, meg olvas. Miért nem fejlődik? Ezt, amiről te beszélsz,
miért nem mondod egyes szám első szemébe? Nem úgy beszélek? Nem. Érdekes. Az emberről nem. Beszélsz. Másokról? Vagy másról? Úgy, magadról úgy beszélsz, mint hogyha nem lennél itt. Érdekes. Te miért nem? Nem tudom. Ezt nem tudom, ezt figyelnem kell magamnak. Nem vetted észre? Nem. Most már harmadszor vagy negyedszer azt mondod, amikor az ember halad az úton, az ember, nem te haladsz? Igen. Pedig rájöttem, mikor kerestem az utamat, és egyszer csak felemeltem a fejem, tehát és tehát akkor rájöttem. Megvan a belső békén? Meg, igen, megvan az embernek a belső békéje. Most szándékosan mondtam. De miért? Megvan a belső békém. Hogy szerezted meg a belső békédet? Ki kell engesztelni a világot, ki kell egyezni a világgal, hogy vajon hol vannak a határaim. Az emberi kapcsolatokat illető határok is hol vannak, a fizikális kapcsolatok, vagy a fizikális képességeknek is hol a határa. Versenyzőként könnyű ezt átélni, mert ott a versenyt könnyű bizonyítani. Hitott vagyok, és végrehajtom, és megteszem. Az egyetemlegesen kiegyezni a világgal sokkal nehezebb, mert a kapcsolati rendszerünk folyamatos békétlenséget szül. Tele vagyok olyan kapcsolatokkal, akik csüngenek, akiket el kell tartani, akik etetni kell dolgokkal. Nagyon nehéz disztingválni, nagyon nehéz az én életemben külön választani, leválasztani azokat a értéktelen dolgokat, értéktelen embereket, akik... Tehát az előbb mondtad, azok a vámpírok. Igen. Hát akkor miért nehéz? Mert fel kell tárni, tehát bele kell hatolni abba a kapcsolatba. Volt egy nagyon érdekes megkeresés, ahol gyakorlatilag olyan mélységű alázatos megkeresés volt egy úriember részéről, ami engem nagyon meghatott, nagyon érzéki volt, és nagyon szépen írt, nagyon változatosan, nagyon különleges megfogalmazásba kért meg arra, hogy legyek az ő edzője, személyi edzője, minket én nem vállalok el soha. És belementünk ebbe a beszélgetésbe, mert kíváncsi voltam az emberre, hogy vajon ő ki, aki ilyen alázattal tud mások iránt lenni, és kétszer ütköztünk falnak. És el kellett tengedni. De még nem találkoztál vele? Nem. Telefonbeszélgetés volt, érdekes, még a telefonbeszélgetésben sem derült ki, hogy elemi konfliktus van a kapcsolatunkban, valami oknál fogva. És nagyon jó, amikor így sikerül, hogy op. Képzeld el, egyszer olvastam, hogy nem tudom, hogy hallottad-e, hogy a teljesen mást jelent a jobb oldal és a bal oldal test oldalak tünetei. Hallottál erről? Hát kínai orvoslásban van különbség valóban, és vannak jelzések, vannak testnek reakciói és energia hullámaink, amiket én túlságosan nem értékeltem soha. A jobb oldal tünetei az egyik magyarázat szerint félelem a jövőtől. Igen. Nem tudom, hogy van-e benne. Ugye a jobbkezesség, a jobboldaliság már eleve egy tünet, ez már eleve aszimmetrikussá teszi az embert. Én azt gondolom, hogy ezek mindent meghatároznak, a mozgásunkat, az életünket, a hétköznapjainkat. Félsz a jövőtől? Ki nem? Ezt most nem, tudod, hogy ez a félsz a jövőtől, én és a válasz az, hogy ki nem, igen. Tudod, hogy ez mit jelent. Letolom magamról a kérdést, igen. Pontosan. Igen. Letolod magadtól a felelősségvállalást. Miért nem beszélsz ilyenkor egyes szám első szemében? Én azt gondolom, hogy a legfőbb probléma jelen esetben az, ha nekem, az én számomra a korom jelenti. Én a sikeres sportoló. Én nagyon szeretném azt folytatni, a mondatot, a sikeres versenyző te mondatát. De neked nem mond semmit se az a mondat, hogy akkor abbahagyni az evést, amikor az a legjobb. Ezt kevesen merik meglépni. Igen, de engem ez nem motivál. Én azt gondolom... Félsz a jövőtől? Nem félek a jövőtől,
Csak nem akarom elhinni. Mi? Nem akarom elhinni, hogy az évek telnek, és valami olyan miatt leszek rá képtelen, amiről nem tehetek. De tehetsz a térdedről. De a koromról nem. A korodról nem, és nem a térdedről igen. És nem fogadom el. De várjál, nem értem. Nem értek egy dolgot. Akinek megvan a belső békéje, abban benne van az elfogadás is. Bármivel kapcsolatosan. De hát akkor hogy van meg a belső békéd? Megvan a belső békén, de folyamatosan a sportolói énem harcol ezzel, ez ellen, vagy ez mellett. Én felépítettem egy életformát, én nagyon sokáig kerestem az utamat, kerestem az önmegvalósítást. Megtaláltam. Megtaláltam, pontosan, igen. És benne szeretnék még lenni egy kicsit. Egy jeledzőként benne. Olyan nem, túl koros vagyok. Én akkor kezdtem el sportolni, amikor már az edzők is visszavonulnak. Én 43 évesen lettem sportoló, 45 évesen világbajnok. Tegyen most 57 évesen edző. Sok oka van, hogy nem így lesz. Miért nem? Bátortalan vagyok hozzá, iskola kellene, végzettségek, számon kérik az embert. És akkor miért nem jutsz be az iskolapadba? Még évek. És én még mindig írom a saját sporttörténeti könyvemet. Keresem a lapokat. Nem tudom, nem látom, hogy véges. Tudom, hogy nem lesz rá idő. Félek tőle, hogy nem lesz rá idő. De hát akkor most félsz a jövőtől? Attól félek, hogy olyan könyv, olyan fejezetét nyitom meg, amire már nem lesz időm befejezni. És akkor mi van? Akkor nincs semmi tulajdonképpen, csak akkor torzul a Szőnyi Feri image. Azzal, de hogy torzul? Nem tudhatom. Nem torzulna. Hát az előbb mondtad, hogy az út a fontos. Igen. Tehát és hogyha az úton rajta vagyok, az, hogy nem tudom, hogy ismered-e azt a szólásmondást, hogy az ember tervez. Hallottad már? Természetesen. Isten? Végez. Na. Igen. Nem ez a valódi mondás. Nem? Nem, képzeld el. Én is sokára tudtam meg, hogy a valódi mondás az így hangzik. Ember tervez, Isten nevet. Isten nevet. Találó. És azért nevet, meg ki vagy te emberként, kicsi emberként, hogy azt hiszed, hogy amit te megtervezel, azt meg is sikerül valósítanod. Ugye mennyire fontos hinni a halhatatlanságban? Hinni abban, hogy képesek vagyunk még reprodukálni? Nem a halhatatlanságban. A halhatatlanság, figyelj, ez ebből a szempontból nem fontos. Tudod, miért nem? Mert ezt majd az utókor dönti el, hogy mész a levesbe, vagy halhatatlan leszel, de ebből a szempontból ez nem fontos. Igaz. Sokkal fontosabb az, hogy ebben a pillanatban, amit te fontosnak érzel, megteszed-e vagy sem. Egyszer megkeresett egy hölgy. A fiam által kerültünk kapcsolatban, mert drogfüggő volt, kereskedő voltam, hölgy. És sok évig tartott ez a kapcsolat, mert a fiánál voltak le és felfelé ívelő dolgok. És akkor egyszer elmondta azt, hogy ő az édesapja kedvéért lett kereskedő. De hogy az ő álma vágya, hogy pszichológus legyen. De az apja erről lebeszéltem. És megkérdeztem, és hány éves? És akkor mondta, hogy hát akkor volt ilyen 52-3. Akkoriban még az egyetem az 4 éves volt, és hát mondom, nézze, ha 56-7 évesen befejezi az egyetemet, akkor nyugdíjig van még 9 olyan éve, amit úgy tud csinálni, hogy szívvel, lélekkel. És képzeld, ez a hölgy beült a 18 évesek közé, és elvégezte az egyetemet, és pszichológus lett. Tehát a jobboldali tünet
másik magyarázata az a férfi oldalunk. A férfire meg az jellemző, hogy túlbonyolít, magyarázkodik, a dolgokat racionálisan közelíti meg, és nem hallgat a megérzéseire. Érdekes. Bizony, minden tünet rendelkezésre áll. Előtted áll minden. Igen. Hát most tudod, ez ugyanaz, hogy ott van az egyenlet, az egyik oldala a kettő. Mondhatod azt, hogy 2-2 az nulla, és nincs fejlődés. Vagy mondhatod azt, hogy 2+2 az 4, összeállt az egész. Tehát a megoldás az, hogyha az egyiket abba hagyom, akkor megnyitom a másik ablakot. De mi lesz azzal az emberrel, aki meg görcsösen ragaszkodik az egyikhez? Igen, ez most ez zajlik, hogy ez a húz meg, ereszt meg szindróma, töröket fogtam, de nem enged. Aha. Igen. Miért nem hozol egy döntést szépből? Menni fog, mert én racionális elmének tartom magam. Mert nem hozol egy döntés szívből, szándékosan használom ezt. Igen. Nem mered belátni azt, hogy valaminek vége van? Valaminek vége van? Vége. Én nem így gondolom. És itt szeretném még... Az ember mit mond? Az ember racionális. Az ember, nem az ember. Látod, hogy igen, hogy igen, azt akarom, azt mondok, amit te hallani azt akarom. Te azt akarod hallani, igen. Amit a fejedben mondasz, igen. És nem hallod meg azt, amit a valóságod mond neked. Igen. Mit mond az ember? Oda kell vinni a szakorvosomhoz és megmutatni neki. Igen. És hogyha oda kell vinni a szakorvosodhoz, akkor ez mit jelent? Az, hogy racionális döntést kell hozni. Uh-huh. Igen. Tehát te tudod, igen, hogy mit mond az ember. Igen. Tudni kell. Igen. Nem. Én meg tudom úgy, hogy nem is láttam az embert. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Már elmondtam neked. Igen. Nem akarod meghallani. Nagy kérdések, az élet nagy kérdései. No. Ez már a válasz? Tudod, ez nagyon érdekes, hogy amikor valaki görcsösen akarja a választ, a jó választ egy adott kérdésére, akkor a görcsösége miatt kiszorítja a kezéből a jó megoldást. És ez így működik? Ez így működik. Én nem akarom elhinni, hogy ez így van. Az ember olyan hitetlen. Te meg tudod fogni a vizet? Eljátszok újra? Egyszer már eljátszottam valakivel. Nem tudom megfogni. Mutasd a markodat. Most képzeld el, beleöntöm a vizet, és te izomból megszorítod, mi lesz a vízzel? Nincs. Kimegy. Kimegy? Kimegy. Tehát minél erősebben ragaszkodsz valamihez, annál mi lesz? Kevesebbet fogsz. Annál gyorsabban fog kifolyni. Igen. Igen. Ez a belső béke. És ez működik? Ez láthatóan, érzékelhetően, demonstratíve működik? Hihetjük? Ez igen. Én most az én CT-mre vagyok kíváncsi. Te görcsösen ragaszkodsz ahhoz, igen, hogy tovább csináld ezt, igen, a világbajnoki meg Ironman-i pályafutásodat. A térded meg mást mond. Igen. Igen, sajnos így van? Mond. Valóban. Hát akkor, aki görcsösen ragaszkodik, hogy megőrizze ezt, mi lesz azzal? Igen. Egyre kevesebb. Kifolyik. Ennek kevesebb lesz. Igen. És tudod, mit kockáztatsz így? Most Iron Man vagy. Tudod, mi a bohóc és a pojácok közti különbség? Nem. A bohóc a szívből csinál valamit azért, hogy megnevettesse a környezetét. A pojáca meg hülyét magából. Akit egy idő után elkezdenek szánni. Igen. Igen. Itt a választás. Szomorúvá tettél. Miért? Te is érzed. Igen.
felettállónak gondolja az ember magát. Megint magam. Kitérsz. Kitérsz, igen. Igen. Miért tettelek szomorúvá, miközben te is ezt érzed már egy ideje? Gyáva az ember. Gyáva vagyok. Na akkor, hogyha aki gyáva, annak hogy van meg a belső békéje? Folyamatosan ki akar törni. Folyamatosan kompenzálni akar akkor. Igen. De a kompenzálás az tüneti kezelés. Igen, az csak egy pirula mára. De nem az oki kezelés. Igen. Az oki kezelés az lenne, ha valaminek vége van, akkor bátran beleállok. És bátran én nyitok ki egy másik ablakot. Vagy az Isten fogja kinyitni valamikor. Igen. 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 Vagy te veszed kezedbe a sorsodat, vagy a körülményekre hivatkozva azt mondod, hogy hát én még képes vagyok, de már a környezet, tehát mindenki látja benne, mindenki látja, hogy... Bajáca. Bajáca. Igen. Hát igen, ez versenyzőként tisztán látszik, hogy a minőség. Tehát amíg tudja melyikre az ember... fognak emlékezni, így gondolsz? Igen. Hát a pojácára. A pojácára. Sokkal viccesebb volt, mint maga a sztori. Igen. A pojácára fognak így emlékezni, ahelyett, hogy emlékeznének a harcosra. Ugye van egy sanda gyanúm, azt elképzelhető, hogy a mennyasszonyom hozta össze ezt a találkozót? Nagyon kínos ezek a önismereti de hogy a mennyasszonyok? Kínos. Miért kínos? A rethetetlen mítosza, amikor be van maszkolva az arcol, és te vagy a legerősebb, és a legbátrabb, és a legkeményebb, és egyszer csak a szemedbe mondják, hogy te is halandó vagy. Hát persze, hogy az vagy. Miért én is az vagyok. Igen. Igen, csak ez csak a bajnoknak, a teremtés koronájának, ez hiúsági kérdés. Igen, és csak a hiú képes. Ember, az fennhordja az orrát, és az orrjukába esik az eső. Igen, igen, és képes akár magába is kárt tenni, hogy fennmaradhasson ez a... Jobb térd. Igen, igen. Igen. Tudod, képzeld, ezt hívják egy döntési lehetőségnek. És tudod, mi a két döntési lehetőséged? Igen, nem. Az egyiket úgy hívják, hogy őszinte leszek önmagamhoz. A másik meg, hogy elkezdek hazudni magamnak. Igen. Ha elkezdek hazudni magamnak, pojáca leszek. Ha őszinte leszek magamhoz, akkor harcos maradok. És ez működik? Működik. Mindenki a ráírható a korképlet? Minden szituban. Vagy csak megtanuljuk. Mm-mm. Nem felfelhető magatartás volna. Ha őszinte vagy magadhoz, tudod, mit eredményez az? A belső tartásodat. És vajon hol a határ? Hol a határ, amikor azt mondhatjuk, hogy biztos igazad van? Határ? Igen. Mit mond a térded? Az a határ. Igen. Már megszületett a határ. Már megvan. Meg. Meg bizony. Meg. Tanulságos. Tanulságos. Mit csiratsz most éppen? Dehogy is. Látom. Nem. Akkor miért érzékenyültél el? Jobban látod, mint én. Jobban látod, mint én. Nem hazudik a... Talán nem hazudik a test. A test az nem hazudik.
de a hiúság nem akarja meglátni és elfogadni, amit a test mond. De hiúság az csak ego. Igen, még mindig a kiutat keresem. Nem. A magyarázatot. Nem. A kifogás az nem a kiút. Igen. Az a pirula a nap, mai napra. Az a hazudok magamnak, az nem az őszinteség magamhoz. Igen. Igen, hát rajta vagyunk. Megint általánosítasz, rajta megint vagyunk. Igen, keresem. Milyen? A segítséget. Keresem a társad benne. Miért keresem? Tehát találd meg önmagadban. Igen, mert döntés, nem kemény döntés. Ez hát nem. Most az egyik lehetőséged az, hogy harcos maradsz, a másik meg, hogy pojátsz. Igen. Meg kell harcolnunk egy új csatatéren. Pontosan. Kell lehetőséged sport nyílik. Hát, hogyha ezt a sportot szereted, hát akkor miért nem veszed a fáradtságot, és miért nem lősz be az iskolapadba? Akár. Akár. Igen. Hogy érzed most magad? Most jobban. Most itt jobban. De nagy tényfeltárás. Ez önismereti tényfeltárás, hogy ugye a sportoló, az ultrafutó, én, aki borzalmasan hosszúakat, gyakorlatilag addig tudunk menni, amíg már nincs is lábunk. Tudtál. Minden fáj, tudtam menni. Tudtál. Igen, idők. Igen. Igen. Napokban kellett pont mesélnem. Más szituációban, hogy ki vagy. És mondtam, hát én világbajnok vagyok. Voltam. Igen. Meg kell barátkozni a múlt idővel. Nem hogy kell megbarátkozni, figyelj. Ez így, ez a valóság. Vagy őszinte leszel magadhoz, igen, mondom. És teljesen mindegy, hogy éppen miben hazudozol magadnak. És ebből a szempontból mindegy, hogy miben vagy őszinte magadhoz, mert hogyha őszinte vagy magadhoz, akkor el tudsz számolni magaddal. Igen, nagyon kemény dolog ez, mert pont úgy, mint ahogy a sport, itt számon kérhető. A sportban az idő, a távolság az, ami mérhető, itt viszont a saját testünk, ami ellenkezik, ami a saját folyamatos testem, taját, ami testem ellenkezik. Igen. Igen, pontosan. Mindig nem mersz egyes szám első személybe beszélni. Érdekes, hogy felvettem ezt a dolgot, és nem ilyen igazán voltál? Lehet. Menekülő pedig ez voltál? Azt jelenti, hogy másról tartok előadást, nagy gáz. Nem magamról. Igen. Más mesélek, nem magamat. Hát akkor miért nem meséled magadat, hogy az a bátorság, hogyha jönnek az intőjelek, akkor bátran hozok egy döntést, hogy itt a vége. Egyes szám első szemébe. Mert eljött a vége. Igen. Igen, és nekem kell meghoznom. És én voltam a világbajnok, és ezt el kell fogadni. Pontosan. Nincsen alternatíva. És éppen ezért, hogyha fönt hagyod abba, tudod, így felfelé íveltél, mentél fel, egy vagy fönt, sérülésed miatt pici kis lejtmenetek kezdődtek. Senki nem látja, csak te érzed. Most, hogyha itt abba hagyod, akkor magasról indítasz valami újat. Igen. Ha így hagyod abba, amikor szánalomra méltó pasi leszel, akkor sokkal tovább tart visszalépned ide. Ha vissza tudsz egyáltalán lépni. Na, valahova. Igen, vissza. Valahova. Valami hát igen, újban. Igen. Igen, megőrizni, fenntartani azt a, ami vagy egyébként, de tőlem talán független körülmények. Talán. Tudod, nekem a legfontosabb a tartás. Tartásom. Jóban, rosszban. Ez a legfontosabb. Örömben, fájdalomban. Igen. Hát az egyenben nagyon komoly emberi tulajdonság,
és én bennem azért van bőségesen. Hívusány is, ahogy látom. Hát az is, de ki nem, de mire, ki bennem. Mire most megy? Igen. Igen. Ugye ezért kell fenntartani egészen a határig, amíg az emberi elme azt nem mondja, hogy eddig és nem tovább. Ugye ez most van. Ez nagyon érdekes, hogy pont a mai nap volt ez egyébként. Képzeld, de pont a mai nap jöttél ide megbeszélni, miközben az MR-ről jöttél ide. Igen. Nagyon sorszerű dolog. Véletlenek nincsenek. Igen. Igen, csak szeretnénk hinni, és ugye valóban lehet, hát hogy most van itt a zenét. Tehát hát itt akkor a... építess be magadnak egy fémprotézist, biztos tudni fogsz ugyanolyan időket futni, mint előtte. Igen, igen, biztos, hogy nem. Biztos? Biztos, hogy hát nem. Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Persze, hogy nem. Igen, igen, igen. Ezért fontos a felismerés. És tehát az, hogy a... én. Te? Az én döntés. Te most igen. Bátor leszel, vagy gyáva leszel. Igen. Ez a téted. Igen, mert csak a tologatja az ember a döntést, dolgatom a döntést, és nem hiszek benne, hogy én irányítok, és én akarok dönteni. Ja. Igen. Mert az, ahogy mindig másról beszélek, ez tipikusan annak a jelentősége, hogy nem én akarom, hanem másra hárítom. Mástól várom, vagy mást akarok. Így van. Nagyon érdekes ez az ige idő is, hogy miről beszélsz, hogy én magamról beszélek, vagy valakiről beszélek, akit szeretném, hogyha döntés hozna helyettem. Érdekes, ez egy felismerés. Ez a mellébeszélés? Tipikus esete? Hát ez volt. Igen. Innentől kezdve, hogy mit fogsz csinálni, az már a te dolgod. Természetesen. Nem az enyém. Igen. Igen. Épp úgy folytathatod a mellébeszélést. Igen. Igen. Amíg pojárcával nem válsz. Igen. De érdekes. Érdekes az elme és a testnek a szinkronja, mennyire ugyanaz. Mennyire ugyanaz vagyok. Uh-huh. És ott van sikít már egy ideje. Sikít bizony. Igen. Ugye ezt megelőzzel, amiről nem beszéltünk és nem tudsz róla. Volt egy saroksérülés, amivel killottam megint egy jó fél évet, a jobb sarok. Az is jobb oldal volt. Igen. Kapod az intőjeleket. Igen. De hát azzal tudtunk még, ugye, mert azt még az ember elviseli. Én még elviseltem. És azzal még ment a versenyzés. És akkor most van egy másik. Mert már nem intőjel. Tudod, ez nagyon érdekes, amikor valaki a kis intőjelre nem figyel oda, jön a súlyosabb intőjel. Igen. Meg a még súlyosabb. Igen, ez következmény. Tehát ez olyan, mint a rengeteg hasonlatot lehet keresni ehhez, hogy mik azok a jelek, amiket ebben kezdtük a beszélgetést, hogy észrevetted-e a jeleket. Pont ezzel kezdtük a beszélgetést. Hogy igen, voltak. Igen, és ezt kérdeztem tőled kapásból, hogy igen. Valójában most így a beszélgetés végén a kérdés az így hangzott valójában. Bátor vagy-e a megérzéseidre hallgatni? Te azt mondtad, hogy nem. Én azt gondolom, fontos volt kinyitni a szemet. Ez ember néha csőlátásban, versenysportban ez gyakran előfordul, hogy de hát küldtem neked gyereket, uram. Ja. Ezért az ember tervez, és az Isten megnevet. Igen. Igen. Igen, hisz küldtem, és láttad. És nem hitted. De ez már te dolgod. Igen. Hát, nagyon szépen köszönöm neked. Van még hozzáfűzni való? Én azt gondolom, hogy nekem van köszönni valóm. Érdekes az elmének a kibonthatósága. Érdekes, ha görcsösen ragaszkodik az ember a saját elveihez, a saját gondolataihoz, és néha teljesen abszurd dolgokhoz ok nélkül. A jelek ellenére. De hát én azt gondolom, hogy ezért fontos megtapasztalnunk és észrevennünk azt, hogy
én ejtem pofára saját magam. Nem a körülmények ejtenek pofára. Igen. És ez az én felelősségem. De hogyha ez az én felelősségem, akkor tudok rajta változtatni is. Igen. Hát ez az önképnek a azonosulása. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy nagyon pici, nagyon kicsi kis emberek vagyunk. Mi nagyon apró dolgokon múlik néha. Ember vagyok, tudod. Ebből a szempontból, hogy kicsi vagyok, vagy nagy vagyok, nem érdekel. Igen. Ember vagyok. Én azt gondolom, hogy egyébként ez egyfajta ilyen szellemi kockázat. Sokakban benne van a kockázat. Másokról beszélsz. Igen. Most megint menekülsz. Megint menekülök. Igen. Miért? Mert még mindig bennem van. Én mi? Azt gondolom, hogy fölötte állok, és valahogy kívülről akarom látni az egészet. Aha. Ezért. Elmondhatom most, hogy te vagy az én tanítómesterem. Tudod, mire tanítasz? Szeretnéd hallani? Igen. Milyen ne legyek? És miben milyen ne legyek? Ez rossz ez a tulajdonságom? Magamhoz képest rossz. Legyél pojáca a te utad. Akkor legyen ez a te utad. Mert ha így döntesz, akkor ez van. Én tiszteletbe tartom. Természetesen. És mióta zajlik? De ez már te dolgod, nem az enyém megfejteni. Amióta jönnek a jobb oldalon az intőjelek. És mi lett volna, ha bal oldalon jön? Az engem nem érdekel. Megint a menekülés. Megint a ha. Igen. Mi lett igen. volna a ha? Igen. Igen. Oké. Okay. Kedves nézők, mi magyarok, mi lett volna, ha ezerrel, ahelyett, hogy megnéznénk, hogy most mi van. Hát eddig tartott a ma esti beszélgetés, vonják le bölcs tanulságukat. A Szőnyi úrnak is minden jót kívánok, remélem, hogy meghozza bölcs döntését. Szép estét önöknek!